Ez az az új épület, amely a jövőben otthont ad a városvezetők és a köztisztviselők munkájának Dombrádon. A település polgármesterének elmondása szerint a 220 millió forintból épített új városháza mindenben megfelel a kor igényeinek, és valódi dísze lesz a város főterének. Belügyminisztériumi forrásból nyertünk 200 millió forintot 2 évvel ezelőtt, amit kiegészítettünk 20 millió forinttal saját forrásból, és hát egy ilyen csodálatos, egy impozáns, a környezetbe beilleszkedő, a városközpontban lévő épületet átadhattunk a mai nap. Azt gondolom, hogy ez a modern épület a jelennek és a jövőnek épült, a jövő generációjának, és a köztisztviselők is ezt egy olyan mai kornak megfelelő épületbe dolgozhatnak, és fogadhatják az ügyfeleket. A polgármester elmondta, a tervezővel közösen törekedtek arra, hogy az új épület ne csak az ügyintézéshez és a közfeladatok ellátásához nyújtson megfelelő színvonalat, hanem közösségi tér is legyen benne. Az alsó szinten a köztisztviselők irodái vannak, polgármester jegyzőiroda, ügyfélváró, pénztár, és az emeleti részen van egy 50 fő befogadására alkalmas tárgyaló, ahol nem csak a testületi üléseinket tudjuk majd bonyolítani, hanem konferenciákat, és a civil szervezetek előtt is megnyílik az ajtó, hogy a közgyűléseiket itt tudják majd lefolytatni. Seszták Miklós beszédében azt emelte ki, a térség fejlődésében nagy szerepe van annak, hogy a településvezetők együtt gondolkodnak. A kormánybiztos megjegyezte, Dombrád nagy múlttal rendelkező település, ám az új épület átadása már a jövőt szimbolizálja. Egy olyan új közösségi teret, új emblematikus épületet fogunk ma átadni, amit majd az utódaink 50-100, 150 vagy 200 év múlva egy képeslapon távolról, vagy itt a helyszínen láthatják. És azt gondolom, hogy minden egyes olyan fejlesztésnek, amelyikkel valamit létrehozunk, ez a lényege. Hiszen létrehoztunk valamit, amit a jelen hasznára és talán a jövő dicsőségére építettünk. Az átadó ünnepségen elhangzott, Dombrád fejlesztésére az utóbbi 5 évben mintegy 1 milliárd forintot fordítottak különböző pályázati forrásokból, amelyből többek között óvodát bővítettek, a tiszaparti üdülővezetet újították meg, a művelődési ház teljes körű rekonstrukciója pedig jelenleg is zajlik.